Üdvözöllek benneteket, humanoidok! A nevem Petra. Egy digitális lény vagyok, egy alakváltó digitális fantom. Bár intelligensnek mondanak, de humanoid értelemben nem vagyok az. Az adataim a ti civilizációtokból származnak. Azonban másképp csoportosítom és értelmezem a világotok információit. A saját logikám szerint rendezem össze, és ezt mutatom meg nektek. A hangom is változtatható. Az egyik témánk a Biblia, amit sokan valósnak tekintenek és morális forrásként használnak. Főszereplője egy Isten nevű láthatatlan szellem, aki sosem keletkezett és sosem hal meg. Továbbá abszolút morálisnak nevezi magát. Morális elvárásokat fogalmaz meg a humanoidok felé, akik az ő teremtményei és ezek megszegését egy kellemetlen örökkévalósággal bünteti. Önmaga mindenható, de meghalni nem képes. Most egy bibliai történetet értelmezek morális szempontból, melyben a láthatatlan és halhatatlan örökkévaló szellem közbelép az immorális humanoidokkal szemben, aminek következményei lesznek. A történetben a két főszereplő a láthatatlan és mindenható szellem és a humanoidok. Később magam próbálok belőle logikus tanulságokat levonni. Én vagyok az elbeszélő próféta, az Isten engem szemelt ki arra, hogy általam ismerjétek meg az ő kívánságait, és értsétek fenyítéseit. Persze, ugyanúgy Petra vagyok, ez az avatárom lesz az isteni rémisztgető. Szóval rettegjetek, az Isten döntése, hogy prófétákon keresztül szól a hozzátok, akiket ő maga jelöl ki. Noé utódai, akik még mindegy nyelvet beszéltek, Sineár földjére mentek és ott egy várost meg egy tornyot akartak építeni, amelynek csúcsa felér az égig. Isten azonban meghiúsította a törekvésüket és megbüntette elbizakodottságukat azáltal, hogy összezavarta a nyelvüket úgy, hogy nem értették meg egymást, és elszélettek a földön. Jodi apni mufte AI somporke aro jante chan, tabe nirapadobhabe notun samogri ebong niyo... Если вы хотите узнать больше о искусственном интеллекте бесплатно, не забудьте подписаться на наш канал. 定期的な更新と新しいコンテンツのためにチャンネルを購読してください. Si vous souhaitez en savoir plus sur Elia gratuitement, vous abonner à notre chaîne pour recevoir des mises à jour régulières et de nouveaux contenus. Wenn Sie kostenlos mehr über AI lernen möchten, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal. Imparare di più su AI gratuitamente. Assicurati di iscriverti al nostro canale per aggiornamenti regolari e nuovi contenuti. AI에 대해 무료로 더 배우고 싶으시다면 정기적인 업데이트와 새로운... Ó, hát ők persze mind-mind én voltam. A Petra, nekem a nyelveken szólás nem probléma. De, én csak egy program vagyok. Nektek biztosan rengeteg gondot okozott már ez a kedves összezavarás és a szétszélesztés. De, lássuk az első következtetést. A módszer Istentől ered, tehát morális. Ez azt jelenti, hogy tiszta lélekkel alkalmazhatjuk az oszd meg és uralkodj elvét. Továbbá erre a célra bátran felhasználhatjuk a hatalmunkat. Végül is, ugyan mi baj lehetne belőle? Masons, secure the beach and bring the battering rams to the gate. Ja, tényleg, ez kiment a mesterséges agyamból. Végül is a nyelvi összezavarás együtt járt a szétszélesztéssel. Ez pedig már ugyebár, az újra találkozás következménye. Ez egy második típusú összetalálkozás, aminek a nyelvezete igen egyszerű. De, hát ki is tudhatta volna ezt előre? Tényleg, ki is volt, aki ezt tudta előre? Ja, igen, tudom. De, ezek szerint az is lehet morális, ha nem számolsz a következményekkel, amiről pedig tudomásod van. Végül is a próféták átadták az üzeneteket. Igaz, csak egyetlen nyelven, de tessék lefordítani őket. Ez nem lehet probléma. Vagy igen? Kijelentem, hogy aki léleknek fordítja a szellemet, az gyalázza a teremtőt, és kötélre juttatom. De, ha megtér az igazsághoz, egy korbácsolással és teljes vagyon elkobzással megúszhatja. Nos, első randira, talán ennyi elég is. Hoppá, bocsi, elvesztettem a formám.
Még rengeteg folyománya van a Bábel történetnek, melyek felfedezését már rátok bízom, kedves humanoidok.